Köszöntöm a Kulturzug nézőit, és köszöntöm a stúdiónkban a szeretett koncert szervezőjét, majd pedig narrátorát is, aki a színpadon lesz, Meskó Tímeát. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és téged is. A szeretett koncert az ukrán menekültek megsegítésére, illetve azoknak a köszöntésére is készült és szerveződött, akik részt vettek, akik segítettek az ukránok menekülésében és itthoni ellátásában, és ez a koncert a hétvégén lesz. Igen. Mit igen, lehet igen, tudni igen, erről igen. a koncertről, ami nagyon igen, szép kezdeményezés. Igen, ezt a koncertet a bátyám Meskó Zsolt álmodta meg, ő volt ennek az eszmei szerzője. Ő ugye önmaga is dolgozott a keleti pályaudvaron önkéntesként igen, és rengeteg szívszorító történettel találkozott. És ennek hatására, és a sok más önkéntessel való beszélgetések hatására úgy érezte, hogy egy nagy, nagy közösségi élményre lenne szüksége mindannyiunknak arra, hogy hitet és biztatást adjon számunkra a szeretet és a béke ügye mellett. És ezért megkeresett 8 segélyszervezetet, akik természetesen első szóra az ügy mellé álltak, ugye teljeségigénye nélkül a baptistákat, az ökumenikus segélyszervezetet, a Magyar Katolikus Karitást, a Vöröskeresztet, és ők voltak azok, akik felkérték azokat az élvonalbeli magyar művészeket, akik majd 22-én 19 órakor fellépnek az arénában. Igen, és ugye ez Zuglóban lesz, úgyhogy azért is beszélünk erről. És hát a fellépők között pedig szintén nagy neveket Óriási találunk. Óriási nevek vannak, ott van Rost Andrea, Miklós Erika, Szakcsi Lakatos Béla, Bogányi Gergely, Dés László, Bródi János, igen. Pál István Szalonna, szóval tényleg a magyar zenei életkrémje, akik szintén nagyon boldogan mondtak igent a felkérésre, mert ők is hisznek abban, hogy a művészet és a tehetség erejével lehet szolgálni ezt a csodálatos ügyet. Igen, a művészet átsegít. Ugye látjuk azokat a jeleneteket a nemzetközi hírműsorokban, amikor például a YouTube zenésze is, Bono, a kievi metróban meglepetés koncerteket tart, vagy látjuk azt, hogy ukrán zenészek kimennek egy térre, és amikor éppen nem lőnek, vagy hát mondjuk Kievben nem lőnek úgy, mint mondjuk Mariupolban, de a művészet erejével lehet lelket önteni az emberekbe, és ezt csinálja ugye Zelenszky elnök is nap, mint nap, amikor éjszaka fölmondja a videó üzenetet, hogy kitartás. Igen. Hát ennek a koncertnek is ez lesz az üzenete. A Danubia zenekar, aki kísérni fogja a művészeket, Danubia zenekar ügyvezetője is úgy fogalmazta meg, hiszen a koncert maga, ezt nagyon fontos elmondani, teljes bevétele a Ráti Szent Mihály gyermekotthont és a Szolyvai gyermekotthon támogatását szolgálja. Mind a kettő kárpátaljai gyermekotthon, akiknek, és akik egy olyan részleget szeretnének ebből az összegből kialakítani, ahol a traumatizált családjukat elvesztett gyerekeknek szeretnének új otthont és új és jobb élet lehetőséget nyújtani. Mit lehet tudni ezekről a gyermekotthonokról, a Ráti Szent Mihály, ugye, és igen, ez a Szolyvai gyermekotthon? Igen. A Ráti Szent Mihály otthon az 2006-ban nyílt meg, itt van egy rehabilitációs központ, kápolna, nagyon sok féleképpen próbálják a gyermekek egészségét, vagy próbálják a gyermekek egészségét megvédeni. Itt 4 családban 30 gyerek nevelkedik, ez egy nagyon nagy szám. A Szolyvai gyermekotthonban pillanatnyilag 70 gyermeket gondoznak, és nagyon örvendetes dolog, hogy 2018-ban 36 gyerek családra is, befogadó családra is talált. És akkor ezek szerint ugye egyre több a gyerek, de hát ezt még Budapesten is látjuk a pályaudvarokon. Hogy van úgy, hogy egyedül jönnek gyerekek, testvérek, édesanyjukkal, nagyon nehéz gondolom, akkor a testvére is, a Zsolt is, Meskó Zsolt is. Igen, ő is találkozott velük, és lakhatást is biztosított már több családnak is, mert hát ugye ez a legnagyobb tragédia, amikor a családok elszakadnak egymástól, és hát ugye a férfiakat nem engedik át az országhatáron, tehát nem volt más lehetőség annak, aki életben szeretett volna maradni, mint hogy akár egyedül gyermekként, vagy édesanyja gyermekével elindul.
És hát nyilvánvalóan az a cél, hogy ezek a gyerekek újra a családban nevelkedhessenek, és szeretetben és békében. És ez a koncertnek ugye az egyik kitűzött igen, célja, ez a kitűzött hogy a gyerekekkel valóban, segítsenek, valóban. És ez egy tényleg nagyon áldásos és nagyon szép kezdeményezés, és ugye az is nagyon szép, hogy meghívták önök azokat az önkénteseket is, így ha jól tudom, több van, mint 5000-et. Így van. Akik, nagyon sok, akik segítenek. Így van, akik február óta áldozatos munkát végeznek a pályaudvarokon, éjjel-nappal tulajdonképpen itt önkéntesek 10000-eiről beszélünk, akik ugye a civil szervezetek irányításával folyamatosan részt vesznek a rászorulók segítésében és irányításában, és azt gondoltuk, hogy ezeknek az embereknek szüksége van egy kis pihenőre. Szüksége van arra, hogy érezzék igen. a megbecsülést, érezzék igen. a hálát, igen. hogy érezzék a koncerten keresztül a közösség megtartó és teremtő erejét, hogy majd ennek segítségével újabb feladatoknak tudjanak eleget tenni, hiszen ez egy nagyon hosszú misszió lesz. Most egyelőre sajnos úgy látjuk, hogy itt még korán sincs vége ugye az ukrán konfliktusnak, úgyhogy egészen biztos, hogy még nagyon, nagyon sok rászoruló érkezik majd Magyarországra. Na, hát akkor nem csak a politikusok mondják ezt, hogy hosszú lesz ez a háború, hanem az önök részéről is ilyen információk érkeznek. Ez nagyon szomorú, hogy ez hónapok függ, de évvégéig igen, ezt hallani, hogy évvégéig biztos. Sajnos egészen biztos, igen. És ugye az, hogy ők ott ülnek, és ráadásul ukrán művészek is följöttek. Így van, ugye? Ukrán, fiatal ukrán és orosz művészek orosz is, művészek ugye is. A megbékélés jegyében fel fognak lépni. A Danubia zenekart majd Dobszai Meskó Ilona fogja vezényelni. De ő nem rokon. De! Ő is rokon, ő egy másod. Igen, ő egy másodunokat, és pedig kitűnő, nagyon tehetséges művésznő. És a Dobszai család, aki... Igen, a Dobszai Péternek, igen. A felesége, úgyhogy igen, maximálisan művész család. Akinek hogy is hívták ezeket, szólfés, ha jól emlékszem, igen, szólfés könyvekből. Igen, az édesapja, Péter, igen, a férjnek az édesapja. Igen, úgyhogy ő is természetesen nagyon boldogan megtisztelve érezze magát, mondott igent a felkérésre. És hát természetesen a koncert lebonyolításában működő összes szervező, tehát a Demian Alapítványtól elkezdve a sportarénáig, a Kurírtól, a Blikkig, a Sőszvidekóig is, mindenki térítésmentesen vállalta a közreműködést is boldogan, és ez egy nagyon nagy öröm. Hogy nem csak az önkéntesek segítségében nyilvánul meg a segítő szándék, hanem a nagy cégek részéről is. Meskó Tímea, köszönjük szépen, hogy eljött hozzá. Nagyon szépen köszönjük, és mindenkit várunk nagy szeretettel május 22-én. Azt még hadd mondjam el, hogy már 2500 forintért vásárolhatók támogató jegyek, de mindenki saját maga szabadon megszabhatja, hogy mekkora összeget szeretne felajánlani a jegy.hu oldalán, és még egyszer mindenkit nagy szeretettel várunk, és köszönjük a meghívást. Köszönjük a biztatást, és sok sikert hozzá. Nagyon szépen köszönöm.